Tisztelettel köszöntöm Kövér László házelnök urat, a Magyar Országgyűlés elnökét, ő excellenciája Xiao Qian, a kínai népköztársaság nagykövetének képviseletében Chen Xiaoyun első beosztott politikai tanácsos asszonyt, és Guo Xiaoguang kulturális tanácsos urat. Kiemelt tisztelettel köszöntöm a visegrádi négyek tagországainak nagyköveteit és kulturális képviseleteit, valamint a megjelent diplomáciai képviseleteket és kulturális szervezetek képviselőit, a visegrádi négyek építészeti szövetségének alapítóit. Köszöntöm továbbá Szőcs Géza általános kulturális ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott kormánybiztos urat, a rendezvény egyik fővédnökét, Prőre Gergely helyettes államtitkár urat és Szaló Péter urat, a belügyminiszterem helyettes államtitkárát, valamint Becsei Zsolt urat, a Nemzetgazdasági Külügyminisztérium koordinátorát. Köszöntöm továbbá a Hudec család megjelent tagjait. Köszöntöm Önöket, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat erre az eseményre. Engedjék meg, hogy én is bemutatkozzam, Kálmán Erné építész vagyok, a századforduló építészeti gyökereiben közös, és már a 1,3 millió építész tömörítő építészek nemzetközi szövetségének tanácstagja, ezen belül regionális szervezetének, a Visegrádi Négyek Építészeti Társulásának alapítója. Ma, amikor egyre fontosabbá válik Ázsia és Európa, illetve a kontinensek közötti együttműködés gazdasági és kulturális értelemben egyaránt, Magyarország, Közép-Európa nyelvi, kulturális és történelmi múltszázadbeli hagyományai alapján fontos bástyája lett az Európa és Ázsia közötti együttműködésnek. Ennek a párbeszédnek az eszköze a zene, az építészet, a művészetek, melyekben felfedezhetők közös gyökereink, gondoljunk csak a pentatóniára, a nyelvi sajátosságokra, vagy a népi hagyományokra. Ezekre újra rátalálva ráébredünk arra, hogy volt a 20. század elejének egy olyan közéleti mérnök egyénisége, akinek 2013-ban a 120. születési évfordulóját ünnepeltük, akinek életművét a holdú év után Közép-Európa szívében is a visegrádi országok Európa és Ázsia közös kulturális értékeként tartjuk számon. A mai emlékülés Hudec László építész közéleti társadalmi szerepvállalását, a közös kulturális értékek megünneplését és azon értékrendnek az ápolását hivatott kifejezni, amelyet az egyetemes emberi erényekért a keresztény világért tett. Ezennel felkérném dr. Kövér László házelnök urat, az országgyűlés elnökét, az esemény fővédnökét, hogy tartsa meg köszöntő beszédét.